Nincs csúnyább és udvariatlanabb dolog, mint amikor egy házigazda azonnal árulkodással kezdi, de el kell, hogy áruljam, hogy miközben nagyon kedves vendégeinkkel, reggeli csevegő partnereinkkel, Schubert Évával, Cserhalmi Györgyel és Gyulai Pistával néztük a bejátszásokat, és megjelent a Telesport főcím, Gyulai Pista ilyen egészen gyerekes, szent csodálkozással, Atya Úristen, Telesport. Pista, hát ha valakinek nem kell rácsodálkozni a Telesportra, hát lehetnél akár a vezetője is, mit ne mondjak. Hogy azonnal egy kis viszályt próbáljak elültetni a beszélgetés kezdet. Ez egy pavlovi reflex szerintem. Tényleg az, hogy jaj, kezdődik, hova üljek. Azt hittem, hogy ez egy Telesport, most kiderült, hogy nem. Szóval, amikor hívtatok, hogy ide üljek, biztos voltam, hogy sportműsorba kell részt vennem. Nem szűnik ez a telesportmánia? Szóval hogy éled ezt át egyáltalán ott Monakóba? Nem, nyilván mindenki tudja, de ha valaki nem, akkor mondjuk el. 8 éve élsz Monakóba, mint a Nemzetközi Atlétikai Szövetség főtitkára, és azért ez más, mint beolvasni azt, hogy Spál Udinéze 1-0-1-es. Én szóval csak 5 éve élek, mert előtte 3-ig Londonban volt a székhelyemnek a szövetségnek. Furcsa dolgok. Szóval amikor bizonyos versenyek kezdődnek, vagy kezdődtek az első években, amiket én szoktam közvetíteni, tudom, szóval Wimbledon, vagy ez a tenisz szuperkupa karácsony előtt, akkor jaj, mikor indulok, szóval menni kellene, hogy van az, hát mindjárt adás lesz. Nem furcsa, aztán megszoktam. A legnehezebb maga az atlétikai verseny, szóval amit ugye én éveken keresztül egy mikrofon mögött töltöttem el, most meg ülök a díszpályába és nézem. Szóval a munkatársaim vagy a kollégáim ott egy idő után élvezték, hogy gyakorlatilag közvetítettem nekik. Azt figyeld. Hatalmas, magas labda. Elnézést, hogy felütésként ezt használom, de talán átvezet egy általános témára, amihez Schubert Éva és Cserhalmi György is remekül hozzá fog tudni szólni. Mániákusan mesélem el a történetet, Gyulai Pistáról szól. Valahogy úgy hangzik, hogy nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt ülök a televízió előtt, atlétikai versenyt közvetítenek. A képernyőn annyit látni, hogy 324-en körülbelül készülődnek egy futóversenyre. Nézem, Pista közvetít, és azt mondja, hogy hölgyeim és uraim, itt egy futóverseny kezdődik valóban, 324-en fognak indulni, nagyon soká fognak futni órákon keresztül, ne tessék ezzel tölteni az időt, tök fölösleges, tessék megnézni ott a kör közepén, van egy 132 centis, rövidnadrágos, kis bajuszos ember, 2,5 óra múlva ezt fogja megnyerni. Mondom, ilyen nincs, hát ezt nem lehet. Eltelik a 2,5 óra, visszaadják a képet, rövidnadrágos, kis bajuszos, 4000 méter előnnyel fut be a célba. Pista nem aratja le természetesen azt, hogy uraim, megmondtam, hagyja kommentár nélkül, én meg attól a perctől kezdve hiszek neki atlétikában. Nekem ő mondhat, amit akar, még ha rossz, akkor is így van. És hogy ez hogy vezet át önre, hogy szóval van ilyen a művészeti életben is, nem? Hogy valakibe olyan tudás van, olyan halmozódik be, hogy úgy megjósolja, hogy ebből színész lesz. És akkor abból az lesz. Megjósolja, hogy siker lesz, nem? Én ezt nem tudom. Én azt hittem, hogy maga azért hív engem ma ide, mert én őszuglói vagyok. Úgyhogy nekem az, hogy Angol utca, az az Angol utcai mozit jelentette, ahol én beültem délután az első lakongára például Mickey Rooney-val és Judy Garlanddal, és végig így dekkoltam a helyemen, hogy 3-4 előadást végignézek, mert akkor lehetett folytatólag bemenni, és akkor nem mentünk ki a moziból. És akkor itt még olyan bolgár kertészetek voltak, hogy ott sétáltunk, loptuk a karalábét, meg hernyókat szedtünk össze róla, és azokból csináltunk baba ebédet. És hát voltak itt ilyen régi-régi bagolyvárak, például volt az Amerikai út, Laki Adolf utca, Bácskai utca és Tököli út között, ahol most lakótömbök vannak, és ott élt egy törpe bácsi, aki órás volt, és a légár fűszeres mondta, hogy ez minden nap csak egy liter tejet, meg egy kiló kenyeret eszik, és akkor mi olyan boldogok voltunk, ha elromlott egy óra, és bementünk a bagolyvárba az órás bácsi ott. Szóval nekem ez még olyan vadregényes, úgyhogy most, mikor ide jövök, akkor úgy még megcsap a régi zuglói levegő, és azt hittem, hogy ezzel kapcsolatban lesz valami mondani valom, de hát nem. Volt, hát azt mondja az. Ja. Gyuri, te? Én ide Liverzing bulikra jártam. Itt voltak a Liverzing bulik annak idején az angolok. Neked erre emlékezned kell, vagy te nem. Én szerinted? Nem zuglói vagyok, én pesterzsébeti vagyok. Ez teljesen mindegy. Én például Debrecenben voltam, és ide jártam. És azért estem ki a vívó versenyeken direkt, ha jöhessek Liverzing bulira, ugye? Mert pénteken lement a selejtező, gyorsan kiesett az ember, és szombaton itt lehetett pábéjú bízni, úgyhogy ez marha jó hely volt.
Szóval visszatérve egyébként a Pistaféle példára, hisztek a kritikus felszenteltségében? Akiben úgy ráteszed a véleményedet, hogy ha ez mondja, akkor annak úgy kell történni. Igen, van ilyen ember, több is. Legalábbis nekem olyan szerencsés az életem, hogy mindig volt, akire tudtam hallgatni, most is van, akire tudok hallgatni. Igaz, hogy az élet úgy hozta, hogy most csak telefonon keresztül, mert úgy döntöttek a kulturális önkormányzatban, hogy mi nem kellünk a magyar kultúrában, mert mi már öregek vagyunk, meg hülyék is egy kicsit. Ki mondta ezt? Édes Gyurika. Hát a fényes agyúak, akik ott csiszolódtak mindenféle tudományokon, csak a szakmájuknak nem feleltek meg, ezért elmentek politikusnak. És ott még nagyobb marhák egyébként. Úgyhogy jobb, hogyha ott vannak a politikán, mint hogyha a katedra mögött ülnének, vagy bárhol. Szóval ők ne oktassanak, inkább csak hazudozzanak. Na, és ezután aztán hiába várod, hogy most visszahívjanak. Nem is akarom. Szóval én még mindig van egy pár ember, akinek hiszek. Ennek ellen, mindennek dacára. És ez nagyon-nagyon. Amit meséltél, azért mentél el szinte illegalitásba, mély kutra élni? Kék akut, ne? Nem kék, csak kék. Szóval még nem mély, abból nagyon nehéz lenne kijönni, amit te mondasz. Nem, de mégis csak van benne valami, mert azt mondom, hogy ameddig ez a kulturális bizottság létezhet Budapesten, amely ugye nem veszi figyelembe a úgynevezett tanácsadói döntést, hogy 10 ember azt mondja, hogy hát az a Székely Gábor, az igazi jó igazgató. 0 ember azt mondja Márta Pista, és akkor a Márta Pistát megszavazzák, akkor én elmegyek. Nem számüzetes? A felét, én ott jól érzem magam. Érdekes egyébként, hogy ahogy végig gondoltam rajtatok, Pista nem ott él a mindennapjait, ahol kellene, mert hát mégiscsak pesti vagy. Te Pestről száműzöd magad egy egészen pici kis faluba. Évikét, én még Pesten vagyok, de kerestem, azt mondta valaki, tudja, mit mondott valaki? Hogy hát ne keresd most, hát Bayreuth-i játékok vannak, hát akkor ő sosincs itthon. Ez 7 évig valóban így volt, de most már mindent láttam, ami most műsoron van, úgyhogy idén nem mentem. Ezt ki mondta egyébként? Nem mondom meg, mert akkor pletykálni. Tényleg, én nagy Wagner rajongó vagyok. De most játszottam Görömböc a polcán, ami nagyon ritka dolog, hogy én egyáltalán játszom, mert én abszolút független vagyok mindentől és mindenkitől. Úgyhogy én voltam azt hiszem az első, aki még mikor ilyen státusok voltak a színházakban, azt mondtam, hogy januárban én innen elmegyek, és azt mondja, hova mész? El, kész, hát mi történetik? Nem akasztanak, föl nem verhetek meg, fizikai bántalom nem érhet, hát mitől féljek? Nincs, akitől féljek, nincs, akitől függjek, nem bírom ki azt, hogy nálam most tovább embereknek az igazgatását elviseljem. Ketten leostobázták a teljes kulturális vezetést. Nem, amit az előbb csak visszatérve a kritikára, nem tudom, ismerje Petőfinek, van egy vers, az a címe, hogy Rossz verseim, és azt írja, hogy lehet, hogy vannak rossz verseim, de ezeket azért írom, hogy legyen szegény kritikusoknak mi rágódni. Úgyhogy ez... Értem. És hát ezt Szerbantaltól kezdve mindenki megírta, hogy kritikus ugye az egy frusztrált művész, vagy frusztrált író, hát a szegénynek nem telt másból, csak hogy máson koncon rágódjék. Úgyhogy ezt nem kell komolyan menni. A napokban halt meg Hermann Prey, ez a remek operaénekes, aránylag fiatalon, és ővele volt egy ilyen Dákápó műsor a Dreisaton, ahol elmondta, kérdezték az Everding, aki mindig interjúvolja az énekeseket, hogy mi a véleménye a kritikáról. És azt mondja, hogy az első fellépése volt a Frankfurti Operában, másnap izgatottan vette elő a lapokat, az egyik azt írta, hogy isteni hangja van, de hát színpadképtelen, másik azt írta, remekül játszik, de hangja sem, és attól kezdve soha többet kritikát nem olvasott. Mondj, Gyurika. Semmi, csak egy talán meg lehet osztani ezzel a pár ezer emberrel, aki nézi hajnalon ezt a műsor. Több. Ez a Gáti Jóska bácsinak, a drágámnak, aki idén halt meg, tanárom volt, ez volt a alapvető mondat a kritikusok felé. Uram, itt ülök lakásom legkisebbik helységében, előttem az ön kritikája, nem sokára a hátam mögött lesz. Ja, ennyit kell erről tudni. Pista, te már kinőttél a kritikusi korból? Azon gondolkoztam, amikor az Éva mondta, hogy hozzá nem értő emberek utasításait, vagy tanácsait, instrukcióit elfogadni, hogy az én életemben van-e ilyen. Tulajdonképpen furcsa, hogy mind a ketten ebben ilyen hangulatban vagytok, hogy ez a véleményetek.
De ott, ahol én dolgozom, ott is vannak emberek, akik instrukciókat adnak. Én is egyik vagyok ezeknek, de nekem is adnak. Tudod? Biztos, aki alattad van, azt mondja, hogy hozzá nem értő ember nem, adja nekem. Nem, nagyon remélem, hogy nem ezt mondja, de nekem van egy rettenetesen kemény főnököm, egy diktátor, egy nem tudom, egy Ceausescu, Brezhnev, Napóleon, Hitler egy személyben. Tudod? De amit, mondjuk is meg, hogy ki ő. Úgy is tudja mindenki. Nem vagyok ebben biztos. Én nem mondom, én nekem van egy ilyen főnököm. Most ez az ember, amit csinál, azt viszont nagyon jól csinálja. Kibírhatatlan, de valami olyan zseniális. A Nemzetközi Szövetség elnöke, aki az atlétikát innentől ide. Én kénytelen vagyok elmondani. Magyarország tiszteletbeli konzula Torinóban, hogy mi a fenének akarja, nem tudom, de az. Tudod? De hát, ha hiteles, akkor a szennyezet is az ember tiszteletben tesz, sőt, az ember igényli, hogy legyen egy hiteles mérce, hát egy etalon. Itt nekem a tanáraim közt, hála Istennek volt Sulyok Mária, vagy Apát Imre, akire úgy néztem fel, és ők is a, hála a jó Istennek, a szeretetükbe fogadta. Itt szeretetről szó nincs, bocsánat. Én nem mondtam, hogy az ember szereti is. Nézze, ami szakmának az olyan, hogy szeretet nélkül ez nem megy. Szóval Pista, nem azért az kell, nagyon hanem jól viszonyulni egymáshoz. Pista, de azt hiszem azért az nagyon fontos lehet, hogy ne bioló agyában sok-sok millió ember közül. Miért pont Gyulai István az? Vannak jó ötletei is, azért azt nem lehet. Nem, csak azt akartam mondani, hogy azért nyilván színészeknél is rengeteget számíthat az, hogyha az embernek a főnöke hisz benne. Még hogyha az lehet, hogy nem is jó főnök, de ő benne speciel. Schubert Ébába, Cserhalmi Györgybe, ő hisz, az a bizonyos főnök. És akkor te is szárnyakat kapsz, elkezded szeretni, vagy már egészen másképp látod az emberi tulajdonságait is, nem? Nem, az ember igyekszik nem elfogultá válni, bár telnek vele az évek. Tehát, hogyha van egy kötődés, ami már évtizedes, akkor azt mondaná az ember, igen, én elfogult vagyok, elfogódott vagyok, és ezt az embert kicsit elébe helyezem a többieknek. És még sincs így, mert amikor így egy-egy ilyen beszélgetése nem most kvázi itt, hanem leülünk bárhol, akkor előbb-utóbb előkerül, hogy ki a hiteles ember. És mindig ugyanazt nevezzük meg. Pedig nem beszélünk össze, mi nem vagyunk egy összejáró kör. Az a hiteles ember, annak van morális tartása, az a szakma gerince, ahhoz kell igazodni. Aki meg tudja mondani, hogy 2,5 óra múlva a kis bajuszos nyeri a versenyt? Így, ahogy mondod. Kell szeretni ezt a főnököt? Nem kell szeretni. Jó, nem akkor kell. Ez a hitelesség, mondom neked, ez egy vezérszó a hitelesség. És a legnagyobb veszteségünk most az, hogy a bizalmat ölték meg bennünk. És a bizalomgyilkosság az egy kegyetlen dolog. Én borzasztóan székeny vagyok, a lányom szerint egy 2 éves. Nem nyeretlen 2 éves, hanem egy 2 éves gyerek. De például most, ha csak nyári játékokról legyen szó, nem akarom ott húzni a dolgot. 91-ben volt a Mozart évforduló, ugye, Mozart halálának a 200-es évforduló, és én rendeztem a La Finta Semplicét, egy operáját, amit 12 éves korában szerzett, de hát fantasztikus ma is az opera. Nagy sikere volt Esztergomban, a Zeneakadémián, és a Zeneakadémia odajött hozzám a Márta Pista, hogy akkor ezt leviszi Kapolcsra. Na most nekem nagyon nehéz volt a gyerekeket fenntartanom, mert ezek főleg vidéki gyerekek. Egy hónapig vártunk díszlettel mindennel a lakásomon, és ahogy maga nem hívott föl, soha többet ne. Szóval a bizalom az, amit még másokban is elültettem, itt már egy kis... Na jó, de ennek én mondom rögtön az ellenpéldáját. Horváth Ádám viszont mindig hívja, amikor a szomszédok hát felvétele van. És szóltam, tehát erről, akkor hát ebben a pillanatban Márta István nem, Horváth nem Ádám mondom, igen? De ez sajnos több a negatív tapasztalat. Hát mit mondjak? Például nem tudom, beugrottam Murát Illi helyett egy nap alatt, egy próbával, egy nagyon hatalmas szerepbe, azzal, mert térden álltak előttem, hogy a következő darabot nekem hozzák ki, annak eltelt 3 éve, az illető szóba se áll velem. Szóval nagy siker ellenére. Vagy például ez a műsor, a Havas Henrik felhívott, hogy csinálja ezt az újságíró ugye, egyetemet, és kért tőlem egy tervezetet, hogy magatartása többi kommunikációs készség fejlesztése. Nagyon tetszett neki, azt mondta, most részleteztem, beadtam, és akkor már valaki figyelmeztetett, hogy úgyse te fogod csinálni, hanem egy bemondónő, és így is történt. Ebben én egyáltalán nem vagyok biztos. De a Henrik hívni fogja, én megint nem, ez már 2 éve volt. Ez már 2 éve volt. És az emberek folyton átejtik az embert, tudja, folyton. Én soha életemben nem kértem senkitől semmit, de miért ígérnek, amit nem tartanak meg? Miért hív föl az Elit című műsor egyik vezetője, hogy hú, olyan műsorvezető, te remek, gyere ide, megbeszélj. Én soha többet nem megyek el megbeszélésre, csak
szerződés aláírása. Mert most már annyi csalódásom van, és mondom, hogy a bizalmat nem szabad az emberben megölni, tudja? Én még olyan vagyok, mint a Faust, hogy örül, hogy hallom a munka zaját, és már a lemúrok ássák a sírját. De szóval... Pista, éppen eleget járod erről, a világot. Ássák a sírját, eljutok az eszembe. Éppen eleget járod a világot ahhoz, hiszen csak az utolsó két napot is repülőgépen töltötted, Johannesburg, Moszkva, a világba. Külföldön szintén becsapják az embereket? Vagy ez egy abszolút tipikus magyar specialitás? Ha az vállaljuk fel, hát milyenek vagyunk, be szoktuk csapni egymást. Ezen gondolkodtam. Az olaszok spagettit esznek, mi becsapjuk egymást. Ezen gondolkodtam, miközben Évát hallgattam, és valahogy úgy az szüremlik le bennem, hogy de lehet, hogy érzékenyebb vagyok a magyarokra, hogy miért vagyunk mi ennyire érzékenyek. Szóval kint is van, biztos, hogy van, hogy a kés ott van és a hátába böki. De valahogy az embereknek megvan a maguk célja, és akkor mennek afelé. Szóval nem azt nézi, hogy a másik mit tesz, hanem, bocsánat, nem kritika. Én értem. Ez egy tanulság, amit én ott, hanem azt nézi, hogy én mit tudok tenni, jobban, okosabban, ravaszabbul, cselesebben, esetleg késsel a kezembe, önmagára koncentrál. És nem azt mondja, hát ennek azt kellett volna csinálni, hogy engem válasszon. Akkor megnézi, hogy mit csináljak, hogy legközelebb engem válasszon. Szóval valahogy ezt érzem, hogy ott ez, szóval nem a másikban keresik az emberek az okot, hogy valami miért nem úgy történt. Igen, nagyon nagy, bocsásson meg a tapasztalatom, hogy én Németországban játszottam 3-4 éven keresztül, és ott fantasztikus volt. Annélkül, hogy valamit beígértek volna, mindent teljesítettek. Ilyen volt, hogy például játszottam két szerepet, már elküldték a ruháim tervrajzát, lefaxolták, szóval hihetetlen pontosság volt. Fél évre előre tudtam, hogy melyik szállodában leszek, hogy fogják, hogy mi lesz a telefonszámom. Annélkül, hogy én ezt kértem volna, tudja? Szóval az ember hozzászokik egy bizonyos ellátottsághoz, vagy a szónak a tisztességéhez, és akkor lehet, hogy ezt maga provinciálisnak tartja, hogy mi túlérzékenyek vagyunk. Nem, Évike, de... az nagyon fáj, hogy azt mondja, hogy tisztesség. Ott és itt meg nem. Én nem vagyok itt 8 éve, én nem tudom, hogy ez így van-e, vagy nem. De az, hogy maga úgy érzi, hogy ott tisztességesebbek, itt pedig tisztességtelenek, az nagyon rossz. Nekem rossz. De például ilyen, valami is az ember nem kér soha. Mit tudom, én oda jött hozzám egy fordító, azt mondta, hogy Éva, maga játssza az Albiban 3 magas nőt, nem mondom, ezt meg se lehet fúrni, mert az legidősebbet csak én játszhatom. Egy hónap múlva fölhív a lányom, egy szót se igyél, mert 3 alacsony nő játszhat. Inkább a cím is változzék meg, érti? Csak hogy, de hát nem kérte, nem is tudtam, hogy van ilyen darab. Évike drága, a világban minden bizonytalan, egy biztos. Most te a szünet, és mi innen folytatjuk. Jó. Tehát, ahogy Évikének ígértük, innen folytatjuk majd a csevegést. Nehogy azt mondhassa, hogy a szavába vágtunk. Nem, inkább azt szokták mondani, hogy én vágok másoknak a szavába, úgyhogy igyekszem. Volt még abban a történetben kibontakozás, amit megszakítottam, hogy reklámozzunk egy kicsit? Nem, ennyi érdekes. Ennyi volt. Ennek a vasárnap vagy szombat reggeli műsornak a kimondatlan, kialakulatlan szabályai tulajdonképpen valahogy úgy hozták, hogy a hét belpolitikai történéseiről, napi aktualitásairól szoktunk beszélgetni. Na most komolyan mondom, hogy Gyulai Pistára való tekintettel udvariasságból nem tesszük ezt, hiszen... Én azt hiszed, hogy én nem tudom a magyar belpolitikát. Teljesen itthon benne? Nem, tényleg nem tudom. Köszönöm szépen, mert akkor most ki kellett volna adnom, hogy azt mondtad, hogy csak arról nem, mert igazán most nem vagyok az itthoni dolgokban. Viszont Pista maga az aktualitás, hiszen ez megkerülhetetlen. Kedden kezdődik az atlétikai Európa-bajnokság, 1966-ban, ezt Évike kedvéért mondom, mert Gyuri ezt így vágja, 66-ban volt utoljára Budapesten hasonló, Pista azon még versenyzőként indult, és most mondom a legszebbet, most nemhogy úgymond atlétikai fő muftiként tér vissza, hanem a fia indul. Na most gondoljátok azt el, mint gyerekes szülők, hogy milyen érzés lesz neki, de miért mondom én, milyen érzés lesz neked? Hát honnan tudjam? Hát azért azt nem te tudod. Tényleg szépen a Miklós már indult nagy versenyen, ez az egyetlen olyan verseny, ami még nem indult. Indult téli olimpián, indult atlétikai világbajnokságon, fedett pályás világbajnokságon, mindenen indult már, ezen még nem, és még nyári olimpián nem. Na most, hát tulajdonképpen ez a mit ér ez a szülő, ezt azt tudom megmondani neked, hogy amikor Lillehammerbe a Bob csapat tagjaként csinálta, akkor én elmentem Monakóba, hogy megnézzem ezt a versenyt. Én soha nem láttam Bob versenyt, sokat közvetítettem, de mindig egy fülkébe mentek, mondtam az időt, és akkor ott álltam a pálya mellett, és ezek jöttek. És nem tudom, álltál-e már Bob pálya mellett,
állsz, nem látsz semmit, látsz olyan 20 métert, és egyszer csak hallasz valamit, amit kezd dübörögni, mint nem tudom, a Miskolci gyors, és bum, így elmegy valami. Tehát a gyereknek, ha én ezt előbb látom, akkor te nem indulsz a tévében. Pista, ez egy dolog, de én annak ellenére ebben valami egészen különleges fantasztikumot látok, hogy Budapesten, azon a pályán, ahol az apám futott, ez nem az a pálya, az egy salakpálya volt. De most a rekordtán tudom, de mégis a Népstadionban, EB-n, úgymond az öreg fönnülés nézi. Szóval ez mindkettőtöknek valami egészen... Hol ül? Nem, szóval mind a kettőtöknek félelmetes pillanat lesz. Hát én remélem, hogy ő nem arra gondol, hogy én ott ülök és én mit csinálok. Én tudom, hogy amikor kiderült, hogy itt lesz az Európa-bajnokság, és amikor már hogy közel volt, mondjuk 2 évnyire, akkor ez a gyerek úgy változott meg, ahogy van. Szóval onnantól ez volt az életének a célja. És szépen javult, nem akarok semmiféle várakozást kelteni, semmiféle pszichológiai hátizsákot rárakni, de azokkal az eredményekkel, mint az ő legjobbjai, a 4 évvel ezelőtti Európa-bajnokságon érmet lehetett nyerni. Ma már nem lehet. Nem is ez a cél a számára, az, hogy esetleg valamelyikbe döntőbe tudjon kerülni, és főleg az, hogy az élmény meglegyen. Szóval az, amit mondasz, az sokkal fontosabb, mint hogy hanyadik lesz. Hogy én ebbe ott voltam. Én ma emlékszem arra, hogy akkor, amikor 66-ban csináltuk, akkor miket éreztem. Ez sokkal fontosabb. És salak volt. Még érzed a talpadat most, ahogy... Tudom, hogy előtte való éjjel húzták ki a fogamat, és egész éjjel vérzett volt esélyem arra, hogy döntőbe kerüljek, az elődöntőig tudtam eljutni, ezért. Ez egy balszerencs, senki nem is fontos, nekem fontos, de rész egy élménynek, valamire készülsz, és akkor sikerül, nem sikerül, ez elkísér az egész életedben. Évike, Gyuri, azt hiszem, ez aztán rátok is jellemző, a gyerek és az ő sikere az életben. Hogy élitek ezt meg? Majd, hogy nem egy idő után fontosabb lesz, mint az embernek a saját sikere, nem? Nem, hogy majd, hogy nem, hanem sokkal fontosabb. És hát elsősorban természetesen a saját lányomé. Sose felejtem el, az első munkájam erő festő-restaurátor, az esztergomi bazilikában volt fenn a kupolában. Hát az majdnem 40 méter magas, és ilyen dexion salgóval volt felállványozva, és egyszer hazajön télvíz idején, és azt mondja, hogy anya, holnap lebontják az állványt, nem akarod megnézni, mondom, természetes, és fölmásztam. Úgyhogy nagy elismerés övezett a kollégák között, mert senkinek a szülei nem szoktak oda fölmászni, és hát hihetetlen érzés volt látni azt, hogy így tudod, hogy így fekve, így csinálták, hogy ezt a hatalmas Krisztus alakot, hogy látta át, és ez valami csodálatos érzés volt, és ezt sose felejtem el. De nem csak a saját gyereke, hanem a tanítványa is az embernek nagyon fontosak. Most például hazajöttem Görömbő-Tapolcáról, éppen mikor, ahol ott maga keresett, éppen fürdeni indulok, csöngetnek, azt hittem villanyszámla, hát nem, egy tanítványom, volt tanítványom, operista jött Londonból. Azt mondta, hogy egy percekre van Magyarországon, de azt nem tudja kiadni, hogy én hozzám fel ne ugorjon. És ez valami olyan isteni érzés, hogy volt például, hogy telefonált az egyik, volt tanítványom Bécsből, és mondom, hát miért nem jön föl hozzám Andris? Azt mondja, hát mert Bécsből telefonálok. Ez a Pércsinelike, szintén operista, az most Párizsból. Szóval egyszerűen jönnek, és úgy érzem, hogy tudok is nekik adni valamit, és ők nekem rettenetes nagy boldogságot adnak. Ez nagyszerű látni azt, hogy mikor azt mondja, hogy arra gondoltam, amit akkor tetszett mondani, és hogy ez mennyit használt nekem, és ez hogy fejlesztett az érdeklődésemet. Úgyhogy ezek nagyon nagy érzések. Gyuri, a gyerek és a sikerek? Hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok most ebben a pillanatban, hogy szerencsére csak, bár nagyon irigyellek, szerencsére csak egy gyerekért vagyok felelős még, az ő élete jól alakult. Szóval ahhoz képest, hogy azt mondták neki, hogy Sára, te menjél színésznek, annak nem kell ész, ahhoz képest most ő filozófia szakra jár, és azért lerendezte ezt a mezőnyt, amelyik ugye az iskolából így küldte őt az életbe. Szigorú vagy vele? Nem, én senkivel. Nem tudok szigorú lenni. Gyerekkel, állattal nem tudok szigorú lenni. Pista, kell a szigor az eredményhez? Vagy egy gyereknél ez majd, hogy nem öntörvényű. Tehát ha tehetséges, akkor te lehetsz a világ leglazább apja, akkor is sikeres lesz. Ha tehetségtelen, akkor meg verheted ostorral. Bukás. Biztos ez is lehet, meg az is lehet. Szóval én ismerek olyan sikertörténeteket, a Széchy Tamást vett csak alakul, aki nagyon kemény, szigorú követelő volt. Én most nem edző tanítvány viszonylag, hanem apa és sportoló. Ugyanez vonatkozhat, szóval az edző és a tanítvány kapcsolat az sokszor olyan, mint egy szülő-gyerek kapcsolat. Én nem tudom, én másfajta vagyok. Én azt hiszem, hogy motiválni kell a gyereket, bízni kell benne, táblatokat kell elé tenni.
akkor igen. Ezt megcsinálod, nekem négy van, úgyhogy tudom, az nem fog. És különböző? Egyébként ez érdekes, hogy négy van, tehát minden, és mindenkinek más a létsz, máshol van. Tehát a kicsinek kis sikereket kell elérni, a nagynak nagy sikereket? Vagy hogy tudod ezt súlyozni? Nincs meg, azt nem mondjuk meg, hogy neked ezt kell elérni. Hogyha az nem alakul ki a gyerekbe, hogy én ezt szeretném elérni, nem akarok nagyképűnek hangzani, de van a gyerekek előtt példa. Én szeretnék ilyen lenni, én szeretnék olyan lenni. Ez néha teher is lehet egy gyerek számára. Szóval egy nagy színésznek a gyereke, ha szintén színésznek megy, az nem biztos, hogy segíti. Lehet, hogy segítheti, de az lehet teher is neki. Nem tudom, ezt a gyereke válogatja. Az a fontos, hogy kialakuljon benne. Én ezt szeretném elérni. És akkor tesz érte. Nagyon fontos dolgot mondott most ki, hogy a bizalom mennyire jelentős a nevelésben. Én úgy érzem, hogy elsősorban a példa, mert nekem például az édesanyám volt az abszolút mérce, az etalon, és az ember önkéntelenül igyekszik úgy élni, ahogy a legjobbnak találja, és azt a példát mutatni a gyerekének. Na most az én lányomtól 20 éves korában tudtam meg, hogy a bizalom mennyit számított. Tudni, 2 éves volt, és a Kamara Varietéban dolgoztam, ugye volt, amikor 3 előadás, azt se tudtuk már, hogy melyiknek az eleje, vagy melyiknek a vége, és hát szegény, nem tudtam hova tenni, és ott ennyi hely volt körülbelül az ügyelőpultnál. És mondtam, állj itt meg, amíg én ki nem jövök. És azt mondta az ügyelő, a kosaras pufi, azt mondta, Éva, kérem, ez a gyerek be fog menni. Mondtam, ez a gyerek nem fog bemenni. Lement az előadás, állt minden. Eltelt 20 év, és egy társaságban vagyunk, és valami szó volt a gyereknevelésről, és azt mondta, hogy én rám egy életre meghatározólag hatott az, hogy akkor azt mondta az anyám, ez a gyerek nem fog bemenni. És azt mondja, visszatartottam magam, és nem mentem be. Érti? Szóval ennyi kell hozzá. És egy boldog, kiegyensúlyozott, remek ember lett. Igen, hát talán vannak fölfogásbeli bajok itt, ami foglalkoztat most ebbe a kérdéskörbe bennünket, hogy én úgy érzem, hogy az az átka a családokban, azokban a családokban az az átok, hogyha valamit kiszúrnak a gyereknek, hogy neked az afelé, azt kell csinálnod, és innétől kezdve csak kudarc által. Ahelyett, hogy lennének alternatívák. Persze. És mindegyiknek baromira szurkolna az ember, mert azt mondja, hogy ma utcaseprő akarok, legyél az, de abban a legjobb. Vagy holnap meg nem tudom, zsoki akarok, akkor legyél, és az amellett kell állni, hittel, bizalommal, baromi erővel. Hát nem csak a gyerek mellett, saját magammal is azt mondom, hogy nem megy ma a színészet, akkor fordítok, érted? Mondja meg nekem, hogy miért nem lehet azt csinálni, hogy az ember bemegy a színpadra, 7 óra, 5 perc van, és azt érzi, hogy hú, és le kéne szólni, uraim, hölgyeim, menjenek haza, mert ma nagyon átvesznek verve. Miért nem lehet ezt megcsinálni? Szerinted mi lenne a reakció? Fantasztikus. Szó nélkül örülnének neki. Én meg fegyelmit kapnék, mert kirúgnának. Lenne egy happening. Hát ez nem gyönyörű, hát menjenek haza. Gyuri, de azért ez nagyon messze vezet. Hát most képzeld el, itt van mi az atlétikai EB. Mondjuk tele van a stadion. És a százas mezőny közli a mikrofonba, kedves nézőkkel, hogy hölgyeim és uraim, ma pocsék rosszul fogunk futni. De hát a tyúcsú nem lenne a tyúcsú, ha nem ezt mondta volna. De egyébként igaza van. De a százas mezőnyben ott van. De miért lennének átverve? Azt nem értem csak. Szóval azért, mi az átverés? Azért, mert hogy nem rossz előadást fognak kapni. Tudja a színész előre. Nem... Hát én érzem, én pontosan tudom, hogyha nem úgy ver a szímem, nem az a tremoló. Jelentsd azt, hogy beteg vagy. De, hát de az hazugság. Ez is hazugság, de ez kisebb hazugság. Azt mondani, de tudjuk, hogy te is tudod, hogy azért az ember általában minden valamire valószínű, meg tudja teremteni azt az állapotot. Nagyon nehéz. Én de meg tudom, én annyira tudok szégyenkezni, hidd el nekem, vagy hidd el nekem. Annyira bírok szégyenkezni, hogy ez megint a túlérzékenység, amivel a Pista magyaros túlérzékenység. És a néző is tudja, hogy te akkor olyan vagy, amilyen inkább haza kéne menniük? Hát ezt, én azt gondolom, a néző nem sokáig lát a színpadon, akkor nem baj, ez a nézőnek egy idő után a Cserhalmi György kategóriája mindig tetszik. Igen. Akkor is, ha pokoli rossz. Egyébként ez jó, de van jó is, nem? Ez nem egészen így van. Ha téged már nem fütyülnek ki, egy Schubert évát nem fütyülnek ki. Hogy nem. De ez nem így van. Ez úgy van, hogy egy bizonyos szint fölött, amikor már az ember a mesterségnek is a birtokában van, és már megcsinálta azt a dolgot jól, hogyha van egy rosszabb napja, azt már nem lehet lent észrevenni, azt csak ő belül tudja, belül persze, kontrollálja. Ez be van trenírozva, azért vannak a próbák, ugyanúgy, hogy a sportolóknál az edzések, tehát a tényleg, sokkal rosszabb nem tud az ember tréning, lenni, mint amilyen. Tréning, és van egy nagyon biztos, tudjuk, hol van leverve a cölöp, tehát tudunk járni a vizet.
Annál rosszabb nem nagyon lehet, de lehet mondd, érezni Pista, a nagyon ingatod a fejed. Igen, mert nekem te profi vagy, de én lehet, hogy nem ismerlek téged annyira, mennyire magyar. De te is tudod, mi az a 10 másodperc, abszolút tudod, hogy mi az, és az, hogy az a pici hiányzik csak, igen, amivel igen, lehet. Szóval én azt hiszem, hogy mindenkinek, aki valaki felé valamit ad, és ebből él, annak valami alapvető tiszteletnek kell. Kérem, én mindig igyekszem, most ennyit tudok. Ez így is van, ő egy kicsit analisztikus, akkor ezt nem kell komolyan venni. Ez akkor színesíti a napot. De nem így van ez. Én baromira tisztelem a nézőket, nem erről van szó. Éppen azért akarom mondani. Mondd nekik, hogy menjenek. Éppen azért mondom, mert tisztelem őket, hogy hölgyeim, uraim, ma nem biztos, hogy azt kapják. Ezért mondom, mert tisztelem őket. Ha nem tisztelném őket, akkor bizony tucat számba verném át, hogy nagyon sokan meg is tesz. Gyuri, ezt meg kell, hogy kérdezem ezen a ponton. Akkor, amikor reklámról látnak téged fellépni, és én most pontosan tudom, hogy erre te rákényszerülsz, ez a pénz, akkor nem éreznek veled szembe csalódottságot? Dehogy nem. Hát főleg... Szóval, ez az ember nekem legyen Hamlet, és ne... Nem, hanem legyen vagány, meg koplaljon, meg éhezzen, meg járjon rongyosan. Ne legyen autója, lakása. Legyen, mondják ezt azok, akiknek milliárdjaik vannak. Szeretik bőrfotelből nézni, hogy az ember élete egyre rosszabb. És akkor baromira végignézik, megírják, hogy igen, ez aztán fantasztikus fickó. Ha meg azt mondja, hogy a fenéket én is szeretnék egy kicsit jobban érezni magamat, meg, akkor meg azt mondják, hogy jaj, Istenem, hát ez félrevezetett minket, nem tudom, a világ végéig. Ezt én megéltem, ez újságcikkek szóltak. És azt gondolom, hogy senkinek nincs joga beleszólni a másik életébe. Csak akkor, ha biztos tanácsot tud adni, és olyan tanácsot, amiről az ugye a zen azt mondja, hogy nem adok tanácsot, mert nem vagyok annyira hiú, hanem hangosan gondolkodom, az nagyon tetszene. Igen. De az, hogy engem benne akarnak tartani egy olyan keszliben, amivel évek óta nem érzem jól magam, az nem tetszik. Ide figyelj, évtizedekig nem vállaltunk, igaz? Reklámokat. De aztán elkövetkezett ez a korszak, amikor mi is beláttuk, hogy teljesen más elvek vezérlik az életet, és az ember megnézi, hogy például a Götz George, akinek Magyarországon folyton Georgnak mondják a nevét, nem tudom milyen elképzelésből kifolyólag, a Henkel, vagy hogy csinálják, Henkel Pezsgőt reklámozza, és mint az Uschi Glas, akinek Portugáliától kezdve, nem tudom hány háza van, szintén. Hát a Laurence Olivier volt az első, aki a Polaroid fényképezőgépet reklámozta, hát akkor mi mire legyünk olyan büszkék? Floridai telkeket reklámoz a Robert De Niro. De mi a baj? Vannak ilyen prűd kritikusok, vagy újságírók, akik azt mondják, hogy még egyszer mondom, a Gyurit szeretik Hamletnek látni, és nem szeretik, amikor lopi teszik. Szóval valamiért, ez is olyan magyaros, mint amivel kezdtük. Hogy vannak nekünk ilyen magyaros dolgai? Átmenet. Azt mondod? Nyilván meg kell válogatni, hogy mit reklámoz. De miért én, tudod? Hát ezt a kérdést azért soha nem teszik fel. Hogy például egy banknak, a CIP banknak, miért én? Azért, mert a CIP utána nézett, megkérdezte a Sonda Ipsos, ki a legnépszerűbb, mondták, hogy Cserhan, fizessük meg. Pardon, ennyit erről. Igen, ennek tulajdonképpen örülni kellene. Azt tudjátok, hogy itt a vége. Köszönjük szépen. Egyben talán biztos lehetek. Az atlétikai EB-nek és Gyulai Mikinek plusz 2 szurkolót biztos, hogy szereztünk, ugye? Ez egészen biztos, plusz az, hogy arról nem beszéltünk, hogy fog megtelni ez a marhana stadion. Már annyira ég a pofám, mint amikor nézem a közvetítéseket nyugatról, keletről, és mindig teltházban. És amikor Magyarországon van közvetítés, hát a Pista, ti ilyen nézős. Hát én nagyon remélem, hogy azt nem fog megtelni, ez természetes, de a felső karét, ezt a szervezők nagyon okosan, azt másra használják, ott mindenféle dekoráció lesz. Tehát a cél az, hogy az alsó megteljen, és az olyan 35-40 ezer ember. Nagyon sokat dolgoztak, és nagyon jól. Szóval ennél többet nem lehet. Na most én egyben bízom, hogy azért jönnek sokan, mert a magyarok érzik, hogy mikor érdemes. Uh-huh. És itt érdemes. És aki nem szereti az atlétikát, annak is érdemes a megnyitóra eljönni, mondják, hogy az valami fantasztikus olimpiai szintű dolog lesz. Köszönöm. Ott leszünk.